Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Május 28-a KEDD van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Régi probléma oldódik meg Sáráson, ahol néhány hónap múlva befejeződik a szennyvízhálózat teljes kiépítése. Idén is virágba borulnak a belváros utcái és terei, a növények gondozásáról a Győrszól szakemberei gondoskodnak. Május utolsó hétvégén senki sem unatkozott Csanakon, ahol gyereknapot és termelői piacot is tartottak. Öt hónap múlva befejeződik Sáráson a szennyvízhálózat teljes kiépítése. Erről dr. Dézsi Csaba András polgármester a helyszínen tájékoztatta a városrész lakóit. Lakossági kérdésre válaszolva elhangzott, az önkormányzat ezzel a beruházással a szennyvíz elvezetésre fókuszál, ami Sárás legrégebbi problémája. Novemberre egész Sáráson megoldódik a csatornakérdés, ez nagyjából 140 ingatlant érint, ami összesen 3 kilométernyi csatornát jelent. Az a helyzet, hogy, és köszönöm szépen, hogy eljöttek, ugye 4,5 évvel ezelőtt azt ígértem, hogy Sárás be lesz csatornázva, és azt mondtam, hogy gyorsan. Győr polgármestere az Íris és a Hortenzia utca kereszteződésében tájékoztatta a helyieket a csatornázás jelenlegi állapotáról. Sáráson évek óta komoly problémát jelent a szennyvíz elvezetése. A felmerülő technikai akadályokat sikerült elhárítani, erről beszélt a rögtönzött utcafórumon a városvezető a környéken élőkkel. Sáráson az ott a probléma 4,5 évvel ezelőtt, amikor a polgármesteri kampányon volt, hogy itt a csatornázás teljesen leállt, nem voltak igazán kiépítve az utak, tehát nem volt aszfaltos út, porzott minden, és tulajdonképpen senki nem foglalkozott Sárásnak a problémáival, és akkor megígértem, hogy be fogjuk csatornázni Sárás teljes egészében. Nyilvánvalóan azt gondoltam, hogy ez gyorsan fog menni, hiszen a csatornázás önmagában megoldható lett volna. Sajnos a gerincvezeték nem bírta el azt a teljes mennyiséget, amit Sárás teljes területét érintette volna, ezért, hiszen a környező települése, például Vámosszabadi is rákötött a mi fő csatorna hálózatunkra, ezért most a nagy építkezések, amik elindultak szintén Vámosszabadin, ezektől megköveteltük azt, hogy ők építsék ki a gerincvezetéket, most már ne a győri polgárokat terhelje az, hogy Vámosszabadin építkeznek, vagy túlépítkeznek bizonyos területeket, és ezért ők most ezt elkészítették, úgyhogy most mit tudunk rákötni arra a vezetékre, arra a gerincvezetékre, ami korábban nem volt. Úgyhogy megfordult a történet, és Győr város érdekét is képviseljük az egyéb más településekkel kapcsolatban, tehát nem Győr viseli csupán a környező településeknek a fejlesztési költségeit. És ez lehetővé tette azt, hogy most elinduljon a teljes csatornázása a Sárásnak, ami egy 5 hónap múlva fog körülbelül befejeződni. Nyilván egy fokozatos bontási és építési munkákat fog igényelni, és utána pedig nekiállunk az utaknak a rendbetételének. Minden ingatlant bekötnek, amellyel kapcsolatban a kivitelező mindenkivel külön egyeztet, mondta el szintén a helyszínen Pár Zoltán, a kivitelezést végző Hidrátor Kft. Ügyvezetője, így novemberre egész Sáráson megoldódik a csatorna kérdés, amely körülbelül 140 ingatlant érint, ami összesen 3 kilométernyi csatornát jelent. A Pannonvíz Zrt. Mint ellenőrző hatóság kapott szerepet a beruházásban. Idén is virágba borulnak a belvárosi utcák és terek, a virágosítással járó munkálatokat már meg is kezdték a Győrszól szakemberei. Minden városrészben, de a belvárosban különösen fontos, milyen képet mutat nyáron, amikor rengeteg turista érkezik Győrbe. A szakemberek ebben az évben virágpiramisokkal, virágoszlopokkal és virágládákkal díszítik azokat a területeket, ahol virágágyásokat nem tudnak kialakítani. A belvárosi virágosítás részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be. Idén is virágba borul a belváros, a Munkácsi utca elején és a tűzoltóság előtti területen pedig újabb virágládákat helyeznek ki. Erről számoltak be sajtótájékoztatón kedden, kora délután. A cél, hogy olyan területek is bezöldüljenek, ahol nincs lehetőség virágágyások kialakítására. Az, hogy egy város az virágos legyen és egy kellemes környezet legyen,
Ez szerintem alapfeltétele egy olyan városban, ahol az emberek jól akarják magukat érezni, vagy hát mondjuk a várost üzemeltetők azt mondják, hogy tényleg egy hangulatos, kellemes várost teremtsünk. És ebben nagy szerep van az egyéni képviselőknek, és Fekete Dávid ezen élen jár, hiszen az ő terület az nem egy egyszerű terület, mert nagyon sok a leaszfaltozott és a letérkövezett terület, és kitalálta az pár évvel ezelőtt, hogy ilyen dézsákba helyezi el a virágokat, illetve a kisebb fákat, és ezzel zöldíti be azokat a területeket, ahol gyakorlatilag a füsenő nem meg, mert nincs neki helye. Úgyhogy ez is most egy olyan pici kis tér itt a tűzoltóság előtt, amit nagyon-nagyon sokan látnak, hiszen nagyon forgalmas út keresztődésben van, és nagyon sok gyalogos is jár erre, és egyáltalán az a benyomás, ami itt az épületek és a leburkolt területen van, ez, hogy most egy zöld és virágos és színes lett, ez szerintem az emberi léleknek is nagyon jót tesz. A közvet képviselője szerint a néhány éve megkezdett szisztematikus belvárosi virágosítás mindenkinek tetszik, ezért azt folytatni kell. Most már 14 éve vagyok ennek a körzetnek az önkormányzati képviselője, és a belvárosiak bizalmából is betölthetem, illetve elvégezhetem ezt a feladatot. És azt kell látni, hogy az elmúlt időszakban egyre gyakrabban érkeznek olyan lakossági kérések, amelyek arra vonatkoznak, hogy tegyük még zöldebbé a belvárost. És elsősorban nem is csak a parkokra vagy a nagy közterületekre gondolunk, hiszen azt gondolom, hogy ezeknek a jelentős részét meg tudtuk újítani, fel tudtuk újítani az elmúlt időszakban, zöldebbé tudtuk varázsolni, akár az Ötvös Parkot, akár más zöld felületeket a belvárosban, hanem olyan helyekről is jönnek ilyen kérések, amelyek kisebb utcák, szűkebb utcák, ahol nincs lehetőség sok esetben sajnos faültetésre, vagy bármilyen olyan zöldítésre, amely a burkolatot érinteni. Ezért találtuk azt ki most már 3-4 évvel ezelőtt, hogy nagyméretű virágládákat, növényládákat, ilyen konténeres növényeket tudunk kihelyezni. Ugye Szent István úton kezdtük ezt a programot, ahol automata öntözőrendszerrel is elláttuk ezeket, és aztán folytattuk a virágpiacnál, az Aradi Vértanúk útján, a Bajcsy-Zsilinszky utcában, és nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett ezekkel kapcsolatban. Újdonságok is lesznek egészen pontosan a Munkácsy utca elején, a tűzoltóság előtti körforgalom közepén, illetve a Petőfi hídon is. A következő ütem, ami most itt meg tud valósulni, az elsősorban a Munkácsy utcára, Munkácsy utcai körforgalom környezetére koncentrál, és újdonságként a Petőfi hídon is helyezünk el ilyen konténeres növényeket, annak érdekében, hogy a híd is egy picit szebb, jobb arcát tudja mutatni. Én azt gondolom, hogy ezzel a beruházással is tudunk arra törekedni, hogy még élhetőbb, még zöldebb és még szebb legyen a belvárosunk, és nagyon örülök annak, hogy ezt a fejlesztést polgármester úr keretéből 3,5 millió forintból el tudtuk végezni. Az új virágládák és a növényesítés dr. Dézsi Csaba András támogatásával polgármesteri keretéből valósul meg a belváros Petőfi híd felőli kapujánál. Május utolsó hétvégéjén mindenki talált magának elfoglaltságot a Ménfőcsanakon. Az időjárás kedvezett a közösségi programoknak, a városrészben már harmadik alkalommal rendeztek gyereknapot, és termelői vásár is volt a Bezerédi kastély udvarán. A körzet képviselője dr. Lackovics Takács Tímea elmondta, a szülőkkel beszélgetve merült fel az első csanaki gyereknap gondolata, amit aztán tettek, követtek. Az alpolgármester a jövőben is a lakók véleményét kikérve szervezne hasonló közösségi programokat. A kiskorás zenekar húzta a talpalávalót a Ménfőcsanaki gyereknapon. A városrész apraja nagyja kilátogatott szombat délelőtt a Bezerédi kastély melletti parkba, ahol izgalmas programok egész sora várta az érdeklődőket. Az idei évben harmadik alkalommal rendezzük meg a Ménfőcsanaki gyermeknapot. 3 éve jött az ötlet, nekem is kisgyermekeim vannak, illetve a városrészben nagyon sok kisgyermekes család él. Így kézenfekvő volt, hogy megszervezünk városrészi szinten is egy olyan rendezvényt, ami csak a gyerekeknek szól és a gyerekekről szól. Nagy sikere volt az elmúlt 2 évben. Azokat a programelemeket, amelyek mindig népszűrek, megtartottuk, így mindig van csillám, tetkó, arcfestés, ugrálóvár, illetve a hordóvonat is egy ilyen játékeszköz, amelyet nagyon szívesen igénybe vesznek az ide érkező gyerekek, de mindig készülünk új programelemmel. Gólyalábas zsonglőr show még nem volt a városrészben, így ők mindenképp újnak számítottak idén, de a hagyományosnak mondható programelemek közül idén sem maradhattak ki a kézműves foglalkozások. Ezeknél a standoknál folyamatos volt a teltház, aki pedig megéhezett, igazi ropogós lángossal csillapíthatta étvágyát, de volt kürtős kalács és fagyi a lufi fagyizó jóvoltából.
Néhány métert kellett csak a parkból sétálni, és már is egy másik programba csöppenhettek a látogatók. A Bezerédi kastély udvarán már 17. alkalommal gyűltek össze a környék kézművesei, termelői, és pakolták ki ízlésesen portékáikat. Továbbra is hatalmas siker a ménfőcsanaki kézműves és termelői piac. A szezonális termékek mellett kézműves apróságokkal, házi lekvárokkal, mézzel térhettek haza a piacozók, és füstölt áru is került a kosarakba. A szokott módon készültek kézműves foglalkozásokkal, például a tűzzománc készítés rejtelmeibe is belekóstolhattak a legfiatalabbak. Mert a 17. alkalommal rendeztük meg most május végén a kézműves és termelői piacot. Mindenki úgy jön, úgy jönnek a termelők és az árusok, hogy ez egy nagyon jó hangulatú piac, akár a hozzá kapcsolódó rendezvények révén, akár a szép környezet révén, hiszen nekünk ez nagyon büszkék vagyunk arra, és nagyon örülünk annak, hogy Ménfőcsanakon van itt egy a városrész központjában, itt van nekünk a Bezeredi kastély, a park, az udvar, ami egy kellemes környezetet tud biztosítani mind a közösségeknek, mind a városrészi programoknak. Felpesdült az élet ismét Csanakon, de az elmúlt időszakban ez nem újdonság az itt élőknek. Bátran keresték meg ötleteikkel a képviselőt a városrészben lakók, aki igyekezett meghallgatni és megvalósítani kéréseiket. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt négy-öt év nagyon pozitív ilyen tekintetben. Egyrészt azért, mert a lakosok most már veszik a fáradtságot és megmernek keresni az ötleteikkel. Akár egy-egy fejlesztés tekintetében, akár egy-egy programötlet tekintetében. Nekem meg nem kell ennél több, amit kapok jelzést, azt megvalósítom, így volt számos program esetében, és már ez közösség épít, hogy amit az itt élő közösség szeretne, az itt lakók, azok meg is valósulnak. És ez nagyon népszerű, és nagyon nagy igény is van rá, és el is jönnek a rendezvényekre. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy legyen egy olyan személy, vagy legyen egy olyan intézmény, mutatok itt a mögöttem álló Bezeredi kastélyra és az ott dolgozókra, akik összefogják ezeket a program lehetőségeket, és ezáltal a közösséget is tudunk szervezni és építeni mindenképpen. Az alpolgármester június 8-ára civil napra invitálja a településrész lakóit, közös főzésre várják a civil szervezeteket, de kapuikat szélesre tárják a gyermek és felnőtt programokkal a nagy közönség előtt is. A bőséges vendéglátással és zenével kísért programot egy nagy családi rendezvénynek álmodták meg a szervezők. Dr. Merkeli Béla és dr. Palkovics László voltak a Matthias Corvinus Kollégium Győri Képzési Központjának vendégei szombaton kora este. A Semmelweis Egyetem rektora és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke egy-egy előadást tartott az érdeklődőknek arról, mit jelent számukra a mentor-tanítvány kapcsolat, mindezt saját pályájukon keresztül érzékeltették, így betekintést engedtek szakmai és személyes kapcsolataik dinamikájába. Sűrű volt a szombat délután dr. Merkeli Béla és dr. Palkovics László számára. A Semmelweis Egyetem rektora és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány elnöke előbb az Rínyi utcai kórház fejlesztésének elkészült első ütemét avatták fel, majd a két egyetem együttműködési megállapodását írták alá a Győri Kórházban. Ezek után érkezett a két szaktekintély a Matthias Corvinus Kollégium Győri Képzési Központjába, ahol egy-egy előadást tartottak az érdeklődőknek arról, mit jelent számukra a mentor-tanítvány kapcsolat, mindezt saját pályájukon keresztül érzékeltették, így betekintést engedtek szakmai és személyes kapcsolataik dinamikájába. Hogy is néz ki ez a tökéletes mérnöki életpálya? Leegyszerűsítve vagyok, mint az enyém. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem így sikerült volna az elmúlt időszak, és ez még mindig tart, akkor lehet, hogy lenne hiányérzetem, de szerintem ahogy Merkel professzornak sincs a saját karrierét, illetve hiányérzet, ezt ebből láttuk, nekem sincs. Az egyéni prezentációkat követően jó hangulatú beszélgetés következett, ahol szóba kerültek napjaink globális egészségügyi kihívásai, a koronavírus járvány tapasztalatai, de az is kiderült, hogyan lendült fel Magyarországon a hadipar. Az én dédnagymamám a spanyol náthába halt meg 1919-ben. Az a spanyol nátha az a sokszorosát vitte el az embereknek, mint a amit egyébként mondjuk a Covid valaha is, mert a következő 10 együttesen el fog vinni. Tehát én azt gondolom, hogy például az mRNA-s technológia birtokában, hát ha nem lesznek az engedélyeztetések ilyen lassúak, akkor 3 hónapon belül, ahogy a kórokozót identifikálják, meg van a szekvenciája, 3 hónapon belül el lehet állítani a vakcinát, és ez azért érthető módon meg tudja állítani a fertőzést.
Dr. Palkovics László az ország hadiiparának fejlesztéseiről és a fegyvergyárak létesítéséről úgy vélekedett, 2030-ra akár a 2500 milliárd forintos éves forgalmat is elérhetik a most felfutó gyártásokkal. Most fut föl a gyártás, tehát technikailag most néhány szám, tehát 2030 környékén, én azt gondolom, hogy valahol ilyen 2000-2500 milliárd forintos éves forgalmat is el fogunk érni, tehát már nincs olyan nagyon messze, 6 és 10 ezer közötti a munkavállalóval, itt már hozzászámoljuk egyébként a beszállítókat is, tehát ebből egy komoly fegyvergyártás lesz. Nyilván Magyarország akkorák olyanok a lehetőségeink, ennek ebben a pillanatban mindenki komolyan vesz bennünket. A beszélgetést követően a nézőknek lehetőségük volt kérdezni a vendégektől. Szabad téren az Aranypart 2-n tartották a Medve Matek nevű számok köré szervezett matematika versenyt. 3-tól 12. évfolyamig diákok versenyezhettek különböző kategóriákban, ahol vagy papíralapon, vagy a mobiltelefonjuk segítségével kellett szöveges feladatokat megoldaniuk. A szervezők kiemelték, a megméretetés nem csak helyszínében, de a feladatokban is eltér a tantermi oktatástól és versenyektől. A kis bocsoknak és a nagy medvéknek különböző állomásokon kellett teljesíteniük, a legjobbak értékes nyereményeket kaptak. Közel 500 matematikára éhes fiatal népesítette be az Aranypart 2-t hétfő délután. Egy különleges úgynevezett medvematek versenyre érkeztek, melynek során a szabadban mérették meg magukat. Számológépekkel, vonalzókkal, füzetekkel ültek a fűben. Igazából többféle rendezvényt is csinálunk, ezeknek az egyik talán mondhatjuk úgy zászlós hajója, a Medve Szabadtéri Matek verseny sorozat, aminek a célja az, hogy a hagyományos iskolai keretek közül egy kicsit kimozgassuk a gyerekeket, átkeretezzük az egész matematikához kapcsolódó élményt, és ennek keretében egy olyan élményben legyen részük, amikor ők a szabadban szaladgálnak, a barátaikkal együtt vannak, gyakorlatilag egy kicsit piknik vagy fesztiválhoz hasonló hangulatban, de mégis matek feladatokon gondolkodnak. A regionális versenyen koala, medve, bocs, kismedve, nagymedve és jegesmedve kategóriákban háromfős csapatokban gondolkoztak a fiatalok, a cél pedig a matematika és a tudományok megszerettetése mellett a logikus gondolkodás fejlesztése volt. Ez összességében egy mókás hangulatú vetélkedő, tehát bár mégis van egy verseny része, a cél elsősorban az, hogy mindenki úgymond a saját árnyékát lépje át. Úgyhogy ennek megfelelően ők csapatokban versenyeznek, amik két vagy három fősek lehetnek, és vannak olyanok, akik papíralapon versenyeznek, nekik az önkénteseink segítenek, míg vannak olyanok, akik a mobiltelefonjukon versenyeznek. A cél mindkét esetben az, hogy ők különböző helyszíneket, állomásokat találjanak meg. Ezeknek egyébként a megtalálása nem nehéz, tehát nem a tájékozódás az elsődleges célunk, hanem az, hogy megmozgassuk a résztvevőket, egy kicsit a lábaikat is használják, ne csak az agytekervényeiket. De mindenképpen mozogjanak, jó levegőn legyenek, egy kicsit természetes környezetben legyenek, és ez talán stimulálja azt, hogy mind az agyuk is jobban működik, mind jobban is érzik magukat. A szervező hangsúlyozta, hogy a feladatok szövegének hangulata más, mint a tantermi. Ráadásul az állomások között is van idő gondolkozni. Győrben már harmadszorra szerveztek regionális megmérettetést, ahol minden kategóriában bronz, ezüst és aranymedverangot kaphatnak a legjobb matekosok. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb szerda este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.